Na, hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Elkezdenénk a beszélgetést. Ugye ez a hogyan ne lopjuk el az önkormányzatot. Erről a Krisztinának már van egy közvetlen tapasztalata, Gergőnek és Ákosnak pedig egy közvetett. Kicsit elmennénk a nagyig, tehát a hazavitt Repitoltól a ellopott önkormányzati lakásokig, illetve tennénk egy-két kitérőt ott, hogy hogy lehet ezeket a visszaéléseket megelőzni. Amit nagyon szeretnék elmondani, hogy köszönöm Borkuti Bálintnak, a Béke Dinónak, aki majd mindjárt beáll mögénk a mai szervezést, mert hogy egy nagyon fasz a gyereknapon vagyunk túl, ezt köszönjük neki. Hú! És igen, ahogy a vitézis beszélgetésen is, illetve a főpolgármesteri kerekasztalon itt is néha eljön a vonat, és akkor majd csöndben fogunk maradni. Ha leszakadna az ég, itt van nálunk két óriás sátor, úgyhogy nem leszünk bajban. És külön köszöntöm a köreinkben az igazi magyar Pétert, aki már 2021-ben is MKKP-s jelölt volt Újpesten. Before it was cool, Magyar Péter, így van. Köszönjük. Köszönjük szépen, a Béke Dino beöltözik, és akkor mindjárt kezdjük a nyitókört. Én első körben arra lennék kíváncsi, és lesz majd nézői kérdésekre is lehetőség. A Krisztával kérlek, majd legyetek megértőek, neki majd el kell indulni a hét körül, 4:48. Olyasmi időtájban, és akkor hárman fogunk itt maradni beszélgetni, akkor már elég lesz a mikrofon is, ami nálunk van. És akkor az első kör az lenne, arról szólna, hogy mikor kezdtetek el korrupciós, visszaélés, gyanús, illetve egyéb átláthatósággal kapcsolatos ügyekkel foglalkozni, és mi volt az első, úgy érzitek, hogy sikeretek, ahol elértetek valamit jogi vagy politikai értelemben, és akkor nem mutattam be résztvevőket, itt van velünk Baranyi Krisztina, a 9. kerület ferencvárosi polgármestere, Hatházi Ákos, a Zugló országgyűlési képviselője, és Kovács Gergely, az előválasztás győztese. És akkor Kriszta, veled kezdenénk. Első ügy, és az első olyan, ami esetleg átütötte a közérdeket. Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon köszönöm, hogy eljött. Dávidnak a meghívást, és én tényleg külön köszöntöm Hatházi Ákost, aki a magyar korrupció ellenes, nem is tudom, ügy, 10 éves élharcosa, harcostársam és a legbátrabb ember, aki még olyasmitől se riad vissza, amitől még én is. Ebből vannak is vitáink. Ákos tapasztalatai azt hiszem, hogy országosan ismertek és nagyon, nagyon hasznosak. Én helyi ügyekről tudok beszámolni. Előjáróban talán annyit mondani kell, hogy amikor mi átvettük a vezetését a Ferencvárosnak, ugye a két farkú társelnöke, Szuzi Döme Zsuzsanna az én alpolgármesterem, akkor gyakorlatilag a teljes városvezetésben elkezdtük, vagy együtt elkezdtük keresni azokat a korrupciós csatornákat, ahol közpénz elfolyt, és két számot mondanék nektek, azért 2020-ban, 21-ben, a 2019-hez képest először 2,5 milliárd, majd 3,5 milliárd forinttal kevesebb forrás jutott a mi önkormányzatunknak. Nyilvánvalóan a kormányzati elvonások nagyobb részben, illetve a Covid meg az energiaválság miatt. Ezeket a pénzeket mi azzal, hogy felszámoltuk Ferencvárosban a korrupciót, gyakorlatilag pótolni tudtuk. Úgyhogy ilyen nagyságrend volt. Csak a parkolási eredményünk az a múlt évben már 1 milliárd forintot ért el, amikor mi oda kerültünk a 0 forinthoz közelített. Tehát volt olyan év, hogy még mi fizettünk azért, hogy parkolást üzemeltessünk, és üres aszfaltcsíkokat adhassunk oda az autósoknak. Az első ügyem egyébként pont a parkolási ügy volt, ferencvárosi parkolás ügye, amiből aztán a sajtó munkájával közösen egy nagy, közös budapesti ügy lett, ami hónapokig tartott. Talán emlékeztek a budapesti zűrös parkolási ügy, talán ez volt a videó címe, Ás Dani videója, az a ferencvárosi üggyel kezdődött, ugye ő ott lakik,
és hát elég sokat dolgoztunk azon, hogy az egy nagy kerek történet legyen. Onnan indult, és szerintem nem csak Budapest, hanem az egész ország megismerte. És én még képviselő voltam, tehát még nem polgármester, amikor a helyi parkolási cég vezető az bele is bukott ebbe a botrányba, a fideszes polgármesternek kellett őt menesztenie, és utána hát szép lassan sorban, nem a legnagyobb megelégedésemre, mert Budapesten egyébként nagyon kevés helyen vették saját kézbe a parkolást az önkormányzatokban, de azért a budapesti szabályozásban is történtek lépések, még ha nem is teljes körűen, illetve más kerületek is megszüntettek bizonyos ilyen korrupciós csapokat a parkolás terén, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jelentős eredmény volt. Nem tudom, ki a következő. Igen, akkor visszadicsérem a Krisztát, mert ő szerintem a... Nem, tehát én nem nagyon ismerek olyan politikus, de ismerek, de ő az egyike annak a kevésnek, aki tényleg elmondhatja, hogy komoly eredményeket tud felmutatni. Én nem. Én nem feltétlenül, de ő neki már van referenciája. Ez azért nagyon imponáló ez a parkolási szám. Tehát gondoljanak bele, hogy most 1 milliárd forintot keresnek a parkolók üzemeltetésén, és amikor ő oda került, akkor pedig nullszaldós volt. Ez azt jelenti, máshogy fogalmazva, hogy addig 1 milliárdot elloptak belőle. Tehát azért ez egy nagyon komoly referencia, és minden elismerésem, és nyilvánvalóan nem véletlen az a egészen felháborító mozgása a parlamenti pártoknak, akik ott ellene mozognak abban a kerületben. És nem is értem, hogy miért csodálkoznak azon, hogy amikor jön egy új ember kívülről, akkor megveri őket. Az, hogy nekem melyik volt az első, mi volt az első, vagy ki volt az első, nyilván én voltam én is önkormányzatban, és elég hamar a szekszárdi önkormányzatban elkezdtek úgy gyanúsak lenni a dolgok. Egy picit, mint hogy az elején ugye az ment, hogy picit, mint hogyha drágán vennénk dolgokat, és ennek próbált az ember utána nézni, és azt kell mondanom, itt remélem vannak olyanok, akik eddig nem voltak képviselők, de majd lesznek képviselők, hogy az egy idő, amíg az ember rájön, hogy hogy csinálják ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha lopni akar, akkor is időbe telik, amíg rájön, hogy hogy kell azt csinálni, de hogyha meg akarja ezt akadályozni, akkor is idő kell, hogy hogyan csinálják ezt. És én egy személyes történetet mesélnék el így a kezdetekről, amikor mi képviselők lettünk, mit tudom én, volt 13 fideszes a frakcióban, abból 3 volt régi, kipróbált ember, és a másik 10 az meg tényleg nagyon, szerintem mindegyik nagyon nagy illúziókkal jött oda, és mindenki nagyon jót akart csinálni. És akkor nekünk odaadták a gazdasági bizottságot, tiszta jószándékú emberek voltunk, viszont a 3 korábbi ember lett a polgármester, meg a 2 alpolgármester. A gazdasági bizottság, sose felejtem el, az első ülésünkön még az előző önkormányzatról átnyúló közbeszerzésről kellett döntést hozni az ipari parknak a mélyépítési munkálataiba. Már megkaptuk az ajánlatokat, de már nem volt idejük a szociknak ugye megcsinálni meg az SZDSZ-nek a határozatot, és ránk maradt. És akkor mi ott volt egy agronómus, egy állatorvos, egy taxis, meg nem tudom, volt egy másik agráros ember, és hát azt gondoltuk, hogy akkor feltaláltuk az árlejtést. Nem tudom, ki tudja, hogy mi az az árlejtés. Tudja, tegye fel a kezét, aki tudja. Egy, de te tudod, polgármester azt, hogy te mondjad. Te se tudod, mi az. Na, az, bocsánat, ez baj. Akkor ezt be kell tenni a gyakorlatba. Élő ez az adás, majd ki kell vágni. Amikor van egy tender, egy közbeszerzés, vagy egy bármilyen tender, bejönnek az ajánlatok, és az összes közbeszerzési értesítőben van egy olyan sor, hogy árlejtést alkalmaztak-e vagy sem.
Az átlejtés az azt jelenti, hogy amikor bejött az ajánlat, akkor a két legjobbat, azt meghívom, leültetem mind a kettőt egy számítógéphez, és azt mondom, hogy van egy órátok, és mehettek még lejjebb. Hát, ha van ebben még valami lauf. Ki tud még lejjebb menni? Tehát megismertetem vele, hogy mennyi volt a legjobb ajánlat, ki tud lejjebb menni. Ez egy jól működő dolog a piacon, ehhez képest a közbeszerzéseken mindenhol, ha bárki megnéz egy közbeszerzési értesítőt, mindegyiknél ott van egy olyan sor, hogy árlejtést alkalmaztak-e, gyakorlatilag sehol nem alkalmaznak árlejtést. Mi ezt feltaláltuk, akkor én sem tudtam, hogy mi az, de feltaláltuk, mert behívtuk a két legjobb árajánlatot adót, és mondtuk, hogy tudjátok-e olcsóban adni. És ezek kimentek, és mit ad Isten, nem tudom, 250 millióból egy 50 milliót sikerült lealkudni a taxisnak, az állatorvosnak, meg az agronómusnak. Most ehhez képest körülbelül egy hétre rá, tehát nem kaptunk ezért leszúrást senkitől, de egy hétre rá beadta a polgármester úr az új közbeszerzési szabályzatot, és ugye erre nagyon figyeljen mindenki, aki be fog kerülni újonnan, hogy a legfontosabb rendelet az a közbeszerzési szabályzat, amiben aztán a gazdasági bizottságtól minden ilyen döntést elvettek, és onnantól kezdve gyakorlatilag minden polgármesteri jogkör volt, és onnantól kezdve ráadásul kiszervezték ezt az egészet, a képviselőknek csak arról kellett dönteni, hogy megadjuk hozzá a pénzt, aztán az egészet egy budapesti cég csinálta, akiknek ugye az volt a feladat, hogy minden legyen lepapírozva, és gyakorlatilag utána azért tanulgattam már, hogy hogy csinálták, így kezdődött. Siker az semmi tulajdonképpen, de esetleg majd csak nem túl sokat beszéltem, majd esetleg mondok sikerekről is. Hát én valamire elmentem az átlátszóhoz ilyen önkénteskedni grafikusként, nagyjából 10 éve, nem tudom miért, bevallom, nem mintha ez a téma olyan különösebben érdekelt volna, én a Bodoki Tamást a Műsziből ismertem, mert ugye ott a Blahán mi is sokat voltunk, meg az átlátszó is ott székelt. És aztán igazából amíg én nem voltam képviselő a 12 kertben, addig én nem foglalkoztam ilyenekkel. Ott meg hát sok minden jött elő. Ott ugye itt mindig az volt a nehéz, hogy tudod, hogy volt egy olyan érzésed, hogy ezek biztos lopnak. Hogy biztos direkt van az, hogy meghívásos egy közbeszerzés, hogy mindig ugyanazokat hívják meg, hogy nem tud a lakosság bizonyos pályázatokról, hogy egy érvényes ajánlat érkezik az ingatlan hirdetésekre, stb. Csak egy csomó ideig volt egy ilyen hülye érzés bennem, hogy ebből azt nem tudom bebizonyítani, hogy lopnak. Bizonyos dolgokat be lehet, hogy nem nagyon van verseny, meg valahogy mindig ugyanazok tűnnek fel, akik nyernek, de én az első 1-2 évben ilyen tök rosszul éreztem magam, hogy nem tudom ezt én biztosra, hogy... Mert ugye indok mindenre van. A meghívásos közbeszerzése az indok, hogy akkor legalább lesz majd ajánlat, ami hülyeség, de szóval van mit mondani. Ebben nagyon jók, tehát ezt nagyon sokat gyakorolták, hogy ki ezeket megmagyarázni. És hogy teltek az évek, egyre több ember jött oda, és mesélte, hogy neki hogyan kellett lefizetnie a városüzemeltetési irodát az építkezése miatt, hogyan kellett az építési irodát lefizetnie, vagy éppen a fővárosnál mesélték, hogy bizonyos emberek a kerülettől próbáltak elérni dolgokat, hát szintén pénzügyi vonalon a fővárosnál. Csak rossz helyre mentek, és ott pont nem lehetett lefizetni, akit megkerestek, engem meg ismert és elmesélte. És ez egy tök megnyugtató érzés volt utána, hogy akkor ez így nem tévedés, hanem basszus, tényleg ezt csinálják. Nálunk az első, amit talán így megírtunk, az nem egy ilyen nagy összeg, az egy ilyen 50 milliós tétel volt, amit évente az önkormányzat szétosztott. Ugye ezt onnan lehetett látni, hogy a költségvetésben ott voltak ilyen szervezetek, akik kaptak pénzt, viszont azt nem lehetett látni, hogy igazából miért kapnak, vagy hogyan vagy. Tehát ez nem volt meghirdetve, ez nem volt egy nyilvános pályázat. És akkor nagy nehezen sikerült megtalálni egy 8 évvel ezelőtti rendeletet, ami gyönyörűen fogalmaz, és igazából azt mondja, hogy bárki kérhet bármire, bármennyit, pont. Most innentől kezdve érthető, hogy ezt nem hirdetik meg, mert ugye ilyen pályázat nem szokott lenni a önkormányzatok weboldalán, hogy bárki kérhet bármire, bármennyit. Számlát kellett hozni egyébként, ennyi volt az összes elvárás. És akkor ezt igazából elég volt. És akkor nyilván ugye azok kaptak, akik erről tudtak.
Ezek egy része konkrét a helyi kormánypárti képviselőkhez, hát nem tudom, lakásukra bejegyzett, vagy hát vagy a feleségének a civil szervezete, stb. Stb. És ezt igazából elég volt megírni, és akkor ilyen nagyon vicces jelenet történt, mert a... Igen, ez jó az a hatásszünet mindig. Csak jókor kell ideérni a vonathoz. Úgy van egy piros gomb alul, ha megnyomjátok, akkor jön a vonat, tehát lehet kérni, ilyen 5 perc alatt ideér a vonat. Na, és akkor ugye mi meghirdettük ezt a pályázatot, hogy akkor lehet kérni a bárkinek bármire, bármennyit, kiplakátoztuk, stb. És akkor sikerült ezzel felidegesíteni a Fonti Krisztiánt, az ottani alpolgármester asszonyt, aki elkezdett kiabálni a testületi ülésen, valószínűleg nem voltak nekik megfelelő kommunikációs tanácsadói, és elkezdte azt kiabálni, hogy igen, meghirdetik, igen, akkor megszüntetjük. És utána rájött, hogy ez így nem jó, mert most akkor ő azt mondja, hogy ha már tudnak róla a kerületiek, hogy lehet kérni pénzt, akkor már majd nem lehet. És onnantól kezdve erről így elkezdtek hallgatni, és abban az évben még mentek ezek a pénzek, és következő évben azt lehetett látni, hogy lenullázódtak ezek a költségvetési sorok, tehát senki nem kapott ez alapján a 2014/5-ös rendelet alapján támogatást, és kérdeztem, hogy mi van, mi történt, hogy akkor most ennek vége, mert a rendelet az megmaradt, tehát ugyanúgy lehetett kérni. És akkor mondták ott a bizottsági ülésen, hogy nem, hát most az volt, hogy most már nem kért senki. És akkor igazából az történt, hogy ugye úgy szűnt meg ez az egész pénzkérési lehetőség, ahogy működött, teljes titokban. És ugye ilyenkor van az, hogy az önkormányzat egy viszonylag ilyen nyerhetetlen helyzetbe lavírozza magát, mert ugye hogyan tud szólni a lakóknak arról, hogy megszűnik egy pályázati lehetőség, amikor nem szóltál előtte arról, hogy ez van. És itt ez volt a helyzet, úgyhogy végül is megszűnt, és egyébként nem a teljes részét, de egy jó részét azóta átvitték, mert van nálunk olyan pályázat is, ami nyilvános, egyrészt civil szervezeteknek, illetőleg sajnos direktbe egyházaknak, mindest a pénz nagy részét átvitték ide, és akkor most már ezekre lehet pályázni. Nem fogok elnök úr szavába vágni, olyan nincs. Csak egy pár, hogy is mondjam, lehetőséget vagy csatornát említenék nektek, amiről elnök úr beszél, az ugye pályázati civileknek, illetve kulturális szervezeteknek szóló pályázati pénzek, ami a valóságban apró pénz egy önkormányzatnál. Nagyon sokféleképpen lehet lopni, és a nagy pénzeket általában a cégeken keresztül viszik el, mégpedig olyan szerződésekkel, amelyek hát sokszor két vagy háromszorosan is túlárazottak. Erre volt jó példa a parkolás, ahol ugye hát legalább tripla annyiért végezték a munkát, mint amennyi. Sőt, most mi harmad áron végezzük a parkolás üzemeltetést, mint az elődeink a nagy 10 évre szóló közbeszerzés alapján. Volt még épületfelújítási, tehát építőipari beruházási felújítási szerződések, ráadásul uniós pénzből, amit akkoriban már az uniós hatóságok 335 millió forintos büntetéssel honoráltak a kerületben, ami egy óriási pénz volt, azt tárták fel, hogy túlárazott szerződéseket kötöttek. Lehet álcivil szervezeteken keresztül lopni valóban, ahogy elnök úr is elmondta, lehet teljesítés nélküli szerződéseken lopni, amit általában haveri cégeknek, akik vagy egyáltalán semmit nem csinálnak, tehát nincs is valós tevékenység, csak számláznak és kifizetik őket, aztán nyilván abból osztanak vissza, vagy pedig olyan tevékenységeket végeznek, amire vagy nincs szükség, vagy hát nem tudom, bárki más töredékért csinálná. És például, amikor mi oda kerültünk, 24 ügyvédi irodával bontottunk szerződést. Úgyhogy még maradt azért 5-6, amivel valóban dolgoztatunk. Tehát ilyen szofisztikáltabb módjai is vannak a lopásnak. Tényleg ez a több mint 5 milliárd forint, ami 2 év alatt nekünk megmaradt, azért az nagyon jól dokumentálhatóan lett ellopva. És hogyha belegondoltok, 23 kerületben, meg egy fővárosban, hogy ez évente mennyi pénz, ez megdöbbentő, és ez mind párt, illetve magánzsebekbe megy, nyilvánvalóan különböző előnyökért cserébe,
vagy különböző másnak okozott hátrányokért cserébe. Köszönöm. Szerintetek mitől függ, hogy egy ügynek milyen van-e politikai következménye, és hogy milyen politikai következménye van? Ugye jogiig nagyon nehéz elvinni. Ugye egyrészt ott van a személyi felelősségre vonhatóságnak a hiánya, nagyon sok esetben, tehát hiába tudjuk, hogy a hűtlen kezelés az akár meg is állhatna, az önkormányzat a felelős, tehát feldobod magad, mint önkormányzat, és téged bírságolnak meg, nem az alpolgármestert, aki a csacskaságot elkövette. Nekem erről csak olyan sztorim van Újpestről sajnos, aminek lett valamilyen következménye, ami a Gergőnek egyébként szintén megvolt, ez a vagyonnyilatkozati bizottság. Ez már csak 3 kerületben volt egy ponton túl, 20-21 után, mert a Gergőjék nem megszüntették, mikor ezt ő elkezdte tematizálni. Ugye annyi bibi van a sztoriban, hogy a Gergőnek ugye megszűnt a helye, viszont mindenki mást elhelyeztek máshol. De spóroltak, nem tudom, 80.000 forintot rajta, tehát spóroltak rajta. Na most ez Újpesten úgy oldódott meg, hogy mi ezt tematizáltuk, nem tudom, fél évig. Videóba hülyeskedtünk, utána leosztunk egy helyreigazítást, hogy nem 35 percet dolgoznak, hanem 25 percet. És mikor már túl sok volt ez az önkormányzatnak, akkor ezt ebből a bizottságból kiültetett mindenkit, ugyanúgy, ahogy a Gergőjéknél. Viszont kinevezett még egy fideszes bizottsági tagot máshova, és létrejött egy 17 fős bizottság, ahol semmilyen szakmai tapasztalat és egyéb nem jött létre. Tehát valójában mínuszba vágtuk az önkormányzatot a tematizálásra. Tehát én ezt kérdezném meg, hogy mitől függ, hogy van-e politikai következmény, akár a testületen kívül, tehát mikor nem vagy képviselő, vagy ha csak képviselő vagy, és mivel lehet elérni azt, hogy legyen valaminek következménye, ki kezdené ezt a kört? Általánosságban azt tudnám mondani, hogy nem kell olyan nagyon sok esetet átgondolni itt egy perc alatt, ugye, de van néhány azért. Tehát a Farkas Flóriánra, ha gondolnak, Farkas Flórián eltűnt, ugye Simonka eltűnt, a Mennyi Roland ugye börtönben van, Simonka majd lesz, meg a Boldog István lesz börtönbe. Tóth Csaba ugye eltűnt, nem elásták Zuglóban, hanem eltűnt, de azért csak részben, úgyhogy még nagyon sok minden múlik itt néhány hét múlva a választáson. Én azt tudnám mondani, hogy mai Magyarországon, hogyha valaminek következménye van, akkor az két dolog miatt lehet. Az egyik az, hogy kevesen tudják, de a Fidesz gyakorlatilag mindent mér. Tehát naponta megcsinálnak az önök pénzéből, adófizetői pénzekből ilyen 2000 fős közönkutatást, ezt naponta csinálják meg, és meg tudnak mindent kérdezni, hogy most egy ügy az mennyire zavarja, vagy mennyire jutott el az emberekhez, és nyilván a Farkas Flórián ilyenen akadt fent, tehát azzal együtt, hogy kimenekítették egész pofátlan módon, tehát jogi következmény nem lett, de ő eltűnt a közéletből. A másik, az a néhány ember, akit felsoroltam, ott ugye, ott pedig egyrészt nagyon bután, egész ostobán csinálták, és lebuktak ezek az emberek, de úgy buktak le, hogy gyakorlatilag már ezt az ügyészség sem tudta leállítani ezt az ügyet. Az is kellett hozzá ezeknél a történeteknél, hogy az ügyészségen belül legyen néhány olyan hős, és sajnos azt kell mondanom, hogy tényleg hősök ezek, akik végigviszik ezeket a történeteket. Volt olyan ügyész, aki azt mondta, hogy ő fölküldte ezt a történetet a főügyésznek, és adja írásba, hogy állítsuk le, és nem merte írásba adni. Sajnos olyan is van, kevesen tudnak róla, az a ügyész, az a kecskeméti főügyész, akinek köszönhetjük, hogy a Simonka ügy végigment, és akinek részben köszönhetjük a Boldog István ügyet, őt ugye eltávolították koncepciós módon, utána már nem lehetett ügyész, hanem a levéltárban kapott ilyen levéltárosi állást, és aztán öngyilkos lett. Tehát erről kevesen tudnak. De az, amikor jogi következménye van egy történetnek, akkor ilyen emberek állhatnak a háttérbe, illetve ugye a teljes ostobaság,
a boldog István, nem tudom, tudják, én nem tudtam, hogy ő egy egyszerű bakter volt tényleg, és abból lett fideszes képviselő, és nem azért, mintha minden vasúras hülye lenne, de ez boldog, az tényleg hülye volt. Annak ellenére, hogy egyébként nagyon óvatos próbált lenni, mert a cserkeszőlői strandon a medencébe kellett menni a polgármestereknek, és ott kapták meg az ukázt a medencébe, hogy kit kell meghívni a ajánlattételre, mert ugye ő látott maffia filmeket, és a New Yorki maffiába is ugye a gőzfürdőbe mentek, mert ugye ott nem vihet magával magnetofont. És ezt ő kitalálta, hogy a cserkeszőlői strandon fogja az utasításokat adni. Ennek ellenére ugye megbukott, mert túltolta a zsarolást, tehát ugye ezek, akit nem, tehát egyrészt megveszik a polgármestereket, másrészt zsarolják a polgármestereket, és ő túltolta a zsarolást, és ezért az egyik polgármester az ellene vallott, és akkor így megdőltek ezek a dolgok. De alapvetően ez se lett volna, ha nincs egy ügyész, aki tényleg egy hős. Most egyébként, ami szerintem, sőt, biztos vagyok benne, hogy el fog jutni Újpestig is, ez a nem tudom, ki hallott a Fuzik ügyről. Tegye fel a kezét, aki hallott a Fuzik ügyről. Bőven kevés, nagyon komoly történet. Ugye számlagyárnak hívja. 444-en írják be, hogy 444 meg Fuzik, és akkor olvassák, mert rövidesen fogja szerintem érinteni a... Sőt, már Telexen már írtak is róla, hogy ez érinti a kerületet is. Ezeket számlagyárnak hívják, de valójában nem a számlagyár a lényegük, hanem pénzmosás. Tehát amikor ilyen egy-egy cég, egy komolyabb cég, és itt egyébként a legfontosabb résztvevője ez a 4IG, a Jászai Gellért, tehát ez egy fideszes cég, de vannak ellenzéki leágazásai is, többek között Zuglóban is, tehát Zugló meg a 14. és a 4. kerület testvérkerület ilyen szempontból. Ezeknek a lényege a pénzmosás. De azért hoztam ide fel, mert ez is úgy tűnik, hogy azért lehetett ügy, annak ellenére, hogy elsősorban kormányhoz közeli cégeket érint, azért lehetett ügy, mert van valaki, egy hős ügyész vagy nyomozó Győr-Sopron megyébe, aki ezt végigvitte, ezt a történetet. Még egy picit visszatérve itt a Dávid szobahozta, ugye ezeket a feleslegesen működő vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságokat, ugye itt... Aki nem tudná, ugye ezek annyit csinálnak, hogy évente egyszer megszavazzák azt, hogy a képviselők leadták a vagyonnyilatkozatokat. Tehát ugye ők leadják, a irodanéni elmondja, hogy ez megtörtént, és ők felemelik a kezüket. Ezért ők havi fizetést kapnak ugye egész évben. És akkor ugye a Dávid is próbálta megszüntetni, nálunk sikerült, felemása. Ferencvárosban is megpróbálták, itt a ottani... ellenzék, vagy minek nevezzem, ezt leszavazta, tehát, hogy maradjon meg. De ennél sokkal szórakoztató volt, ami a 11. kerületben történt, ott volt, illetve van még ilyen bizottság, és ők valószínűleg érezhették, hogy ez a évenkénti egyszeri karemelgetés, ez kevés ezért a habi fizetésért, ezért ők új feladatot találtak maguknak. Jelesint pedig azt, hogy azt hiszem, hogy 3 havonta összeül ez a bizottság a Újbudán, és dönt arról, hogy mennyivel csökkentse azoknak a képviselőknek, illetve bizottsági tagoknak a tiszteletdíját, akik hiányoztak a testület, illetve bizottsági ülésekről. Parázs vita után a határozati javaslat mindig úgy szól, hogy akkor akik ennyit és ennyit hiányoztak, nekik 0%-kal kell csökkenteni a fizetésüket, és akkor ezt meg is szavazza a bizottság, hogy 0%-kal csökkentik, de ez 3 havonta ilyen nagyon korrekten megteszik. Nálunk nem lett olyan egyébként, aminek jogi relevanciá lenne igazából a közbeszerzési döntőbizottság volt, hogy megbüntette az önkormányzatot ott a mi beadványunk alapján, de ez pár százezer forintról van szó igazából. A politikai az meg most fog kiderülni, mert most lesz választás. Eddig erről így nehéz lett volna ott helyben beszélni. Mindestre én azt vettem észre, hogy tehát tök fontosak nyilván, sőt, hát fontosabbak is az országos korrupció gyanús ügyek, mint ezek a kisebb értékű helyiek. Viszont sokszor én azt láttam, hogy a kerületieket jobban érdeklik a helyi korrupciós ügyek. Az, hogy Mészáros Lőrinc megint nyert egy 30 milliárdos közbeszerzést, az nagyon nehéz ugye minden nap figyelmet fordítani, meg nem tudom, rápörögni, hogy mi történik.
De amikor helyben és mondjuk egy viszonylag úgymond tisztességesnek hit önkormányzatról derülnek ki ezek a dolgok, akkor szállt azért jobban tudja érdekelni az embereket, és igazából nálunk tényleg az, hogy bárkiről bármi kiderült, az a helyén maradt, elindul újra képviselőjelöltnek idén, tehát ilyen értelemben tényleg nem tudott hatása lenni. A legnagyobb hatása az, hogy az emberek egész egyszerűen tudnak a dolgokról. Na most nyilván nem egyszerűek ezek. Nálunk egyébként tipikusan ugye a építési beruházás közbeszerzések, illetve az ingatlan eladások, ahol finoman szóval a verseny hiánya szembe ötlő és szökő. Viszont ezek elég bonyolult dolgok, és tényleg az van, hogy 10 oldalba tudod leírni, és lehet, hogy kevés embert érdekel, vagy fogja fel. De én tök meglepődtem, hogy amikor tényleg ilyen olvashatatlannak tűnő 15 oldalas posztokat írtunk erről, akkor így egész sokan elolvasták, szóval úgy tűnik érdemes még ezt a vonat is írugdosni. Röviden én is ketté választanám a jogi és a politikai következményeket. A politikai következmény az szerintem 9 év után Ferencvárosban mi vagyunk, tehát annak azért meg lett az eredménye ennek a munkának. És hát nagyon sokan várták azt, hogy mivel ott azért tényleg kézzelfogható, nagy értékű, nagy port felvert ügyekben lehetett elmondani azt, hogy lopnak, hogy ezután a feljelentéseink nyomán majd bilincsben viszik el az embereket. Hát nem, hogy bilincsben nem vitték el, de például az a főszereplő, akit az előbb emlegettem, hogy már az én képviselői időmben megbukott, ő részese volt a Covid alatt az egyik legnagyobb Covid tesztekkel kapcsolatos csalásnak és lopásnak, ahol ugye a vége az lett, hogy egy borsodi zsákfalu legvégén lakó 18 éves roma fiú vitte el a több mint 300 milliárdos, nem tudom, balét tényleg. Ott annak a cégnek ő volt, ez a parkolási vezető, Ferencváros kincstárnoka volt a működtetője, a megrendelője, az eltüntetője annak a pénznek. Szóval, hogy mi tettünk feljelentéseket, főleg olyan ügyekben, amelyekben azt láttuk, hogy van még akár jogi keresnivalónk is. Például egy fideszes képviselő ellen, aki közös képviselőként összeférhetetlen módon döntött társasház felújításokról bizottságokban, úgy, hogy a saját házait részesítette előnyben. Itt például egyértelműnek tűnt az ő érintettsége. Tettünk olyan kamuszerződések ügyében, ami a helyi roma önkormányzat vezetőjének 4 cégét hozta helyzetbe különböző önkormányzati cégekkel való munkavégzésekben, ahol nyilvánvalóan nem történt semmilyen teljesítés, és tettünk persze a parkolás ügyében, ahol az volt a döntés, hogy egyszerűen mondom, tökéletesen vannak ezek a dolgok lepapírozva. Egy magájogi szerződés akkor is érvényes, és akkor sem törvényellenes, hogyha messziről látszik, hogy 5 forintos munkát 40 millióért végeznek el. Egyszerűen ez jogilag megtámadhatatlan, ezért is utasították el a feljelentésünket a parkolás ügyében, és ugyanezt történt például a polgármester által különböző álcivil szervezetek vezetőinek juttatott havi apanázs ügyében, ahol azt mondták, hogy hát persze a polgármesternek joga teljesítés igazolni ezeket a el nem végzett tanácsokat, tényleg tök kamu ügyekben. Szóval, hogy mindenhol azt állapította meg a rendőrség, hogy ez jogszerűen történt, a korrupciót csak akkor lehet bizonyítani, ha valaki oda megy egy rejtett kamerával, vagy még akkor sem, mindig ezt erről Ákos többet tud, és felveszi, hogy zacskóban átadnak valakinek nem tudom hány millió forintot. Igen, ez is egy mechanizmus szokott lenni, tehát még ezt elfelejtettem mondani, tehát az is előfordul, hogy elkezdenek nyomozni valamiben, és véletlenül belefutnak, hogy hoppá, itt meg itt van egy képviselő. Tehát ez a Mennyi Roland az például így járt, hogy nem abban az ügyben egy
teljesen más ügyben kezdett el a NAV nyomozni, aztán véletlenül egyszer csak lefotózták, ahogy átvette egy zacskó pénzt a mennyiről. Meg talán annyit ez, hogy azért azt látni, hogy mostanában nagyon szépen kiépült abban az értelemben a rendszer, hogy ugye az mindig veszélyt jelent, hogyha mondjuk csalnak egy közbeszerzésen, vagy hát nem megfelelően írják ki, hogy a versenyt korlátozzák, akkor ugye a vesztesek, ugye, akik csalódottak, és úgy érzik, hogy sérelem éri őket, ugye ők ezt megtámadják esetleg, vagy valamit látnak, tudnak, és feljelentést tesznek. Viszont mostanra ez így nagyon szépen kialakult Magyarországon, hogy a legtöbb esetben a vesztesek, azok eleve veszteni mennek ezekre a közbeszerzésekre. Tehát nincsenek olyan szereplők, akiket érne valamiféle érdeksérelem, és ez motiválná őket valami ellenállásra ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez a legnehezebb, hogy már amikor a vesztesek örülnek annak, hogy ők veszítenek, akkor mindenki boldog. Igen, ez a veszteni, győzni, járni, ez ilyen picit ilyen esetinek tűnik nagyon sokszor. Tehát akár még figyelhetnének is arra, hogy ne ugyanaz nyerjen és veszítsen ugyanazokban a kerületekben, de sokszor ez sem sikerül. Tehát itt tényleg valószínűleg az dönt nagyon sokszor, hogy van-e oda fejléces papírod, vagy nincs, mert az egy órával több munka, aki cseréled. Amire ki akartam térni, ezt érintettük is, ez a jogi vagy politikai felelősségre vonatkozik, és szerintem nagyjából ott van ez a soft lopás, amikor a bort anyámtól rendelem, meg a repitollat. Még talán ez a közvéleménykutatás, vagy egyszeri beszerzés is, tudod, hogy negyed évente 3 millióért egy közvéleménykutatás, és akkor az úgy, a beszerzési szabályzat úgy szól, hogy egyedi beszerzés, és akkor én egy egyedi indoklás alapján, én már dolgoztam vele, és elégedett vagyok, nem kell 3 céget meghívjak, hogy ajánlatot tegyenek. És akkor ez megy ugye felfele, rendszeres megbízások, közbeszerzések, és tervezés, kivitelezés. Tehát nagyjából, ami önkormányzatnál még kijön EU-s forrás nélkül, nyilván ott a milliárdos tételnél belép az, hogy EU-s forrás nélkül azért baromi nehéz. Van-e olyan, hogy kicsit korrupt önkormányzat? Tehát van-e ez a szint, ahol látjuk a soft lopást, látjuk a soft kifizetőhelyeket, ők nem tetten érhetőek, és azt tudják mondani, hogy oké, de 2-vel kevesebb meghívásos közbeszerzés van, mint eddig. Ez ugye ellenzéki önkormányzatoknál visszatérő elem egyébként, nálunk Újpesten is, hogy oké, van meghívásos közbeszerzés, de kevesebb. És akkor ez most egy jó dolog, vagy nem? Van-e ilyen, hogy kicsit korrupt, vagy nincs ilyen, hogy kicsit korrupt? Hát szerintem ilyen nincs. Nálunk minden egyes közbeszerzés teljesen nyílt. Nagyon-nagyon ritkán adok én felmentést a nyílt eljárások alól. Hát nem tudom, mondok egy pár példát, erről Szuzi sokat tud. Általában például az idősügyi programoknál Csikung oktató ragaszkodik hozzá tehát hogy milyen pici beszerzéseknél is nyílt eljárásokat folytatunk le. Vannak nálunk olyan nyugdíjas programok, amelyek már évek óta működnek, és valamiért az idősek ragaszkodnak egy-egy személyhez, akár tényleg csikungot, akár úszást oktat, és ott én engedélyezni szoktam, hogy ezeket a beszerzéseket úgy írjuk ki, hogy gyakorlatilag az eddig azokat, ezeket a foglalkozásokat tartók előnyt élvezhessenek. De ezek, csak ezek a kivételek, semmilyen más esetben, ügyben, legyen az egy 1 millió forintos beszerzés, vagy legyen az egy 50 millió forintos beszerzés, tehát vagy mondjuk értékhatár alatti beszerzés, mi mindig nyílt eljárásokat írunk ki, és ott mindig a legjobb ajánlatokat adó az, aki nyer. Igen, volt már olyan, hogy nem jártunk jól a legjobb ajánlatot adó céggel, mert sok probléma volt vele, mondjuk minőségben nem olyan munkát végzett, vagy eltűnt időközben, ugye a WC-vel jártunk így, de mi felvállaljuk inkább ezeket a kockázatokkal. Én szerintem, tehát nincs olyan, hogy kicsit korrupt, meg nagyon korrupt, tehát nyilván inkább az a gond, hogy én tudok olyanról, ahol nincs korrupció, vagy nem tudunk. Pontosabban, olyan biztosan nem lehet mondani, hogy van egy olyan önkormányzat, ahol nincs.
mert nem lehet mindent látni. De sajnos az is igaz, hogy nem sok olyat tudnék felsorolni, ahol meggyőződésem, hogy azt lehet mondani, hogy ott mindent megtesz a vezetés azért, hogy ne legyen. Az egyik az ilyen Kristályéknál. Tehát, mert ez, különben erről szól az egész, hogy a legkisebb beszerzést is, lehet, hogy a 50 ezeres nem, de hogy nem tudom, 500 ezertől vagy 1 millió forint felett, azt nyílt beszerzéssel kell megcsinálni. Tehát ahol nincsen úgynevezett közbeszerzést, ugye az egy bonyolultabb eljárás, az nem véletlenül bonyolult különben, mert minél bonyolultabb, annál jobban lehet vele manipulálni. De a legkisebb, legegyszerűbb beszerzésnél és nyílt beszerzésnek kell. Az egyik az ilyen Kristályékat tudnám ilyennek mondani, a másik pedig egyébként Hódmezővásárhely, ahol ugyan az ellenzékben sokan bírálják valószínűleg joggal is Márki-Zay Péter, de azt, amit ő Vásárhelyen megcsinált, az egy nagyon hasonló eredmény, amit Ferencvárosban megcsináltatok, az pedig az, hogy talán nincs még egy olyan város, amelyik ennyire komolyan szenvedne attól, hogy a országgyűlési képviselője megharagudott rá, ugye Lázár János konkrétan beteg lett a vesztéstől, és iszonyatosan megcsavarták Vásárhelyt. Ennek ellenére ugye nem ment tönkre Hódmezővásárhely, működik minden, és visszafizettek pénzeket, tehát valami 5 milliárd forint adósságot visszafizettek, és most nullán állnak. Csak azért, mert nyilvános, nyílt beszerzéseket csinálnak, és azt mondja a Márki-Zay Péter, és van, amikor tök fideszes cég jön, ha ő adja a legjobb ajánlatot, akkor ő kapja az ajánlatot. Most ezt még azért mondanám el, vagy azért beszélnék még két mondatot erről, mert nagyon gyakori, tegnap én egy Apagy nevű kis faluban tartottam választási kampánygyűlés, volt egy bátor ember, aki ott elindult a polgármester ellenében, és ott a polgármester is hozott, ma eljött a polgármester, az a polgármester, nem baj, azt sztorizunk, ez fontos. Tehát egy másik vasutas, Kovács Sándornak a körzetében is végigment egy nyomozás. Nagyon érdekes volt, mert tényleg nyomoztak a nyomozók, még fedett nyomozás is volt, voltak lehallgatások is, és konkrétan aztán megszüntették az eljárást, de nagyon tisztességesen kikacsintotta a nyomozó, és leírta, hogy ők bizony a lehallgatásokkor nagyon komoly dolgokat hallgattak, meg olyan vallomás is volt, amikor a Nyírkarásznak a polgármestere elmondta, hogy ő várt arra, hogy a ukázba kapott cég az adjon ajánlatot, de nem adott ajánlatot, és ezért megkereste azt, aki régebben nekik dolgozni szokott. Na, ezt megtudta a országgyűlési képviselő, és behívatta Máté Szalkára, és azt mondta, hogy ha nem az ő cégét fogjátok megbízni, akkor nem kapjátok meg a pénzt. Ez benne van ebben a nyomozati iratban. A végén ott van a nyomozati iratban, hogy ennek ellenére lezárták a nyomozást. De még érdekesebb, hogy egy lehallgatási jegyzőkönyvről is beszél, ahol az apagyi polgármester beszél a gazdasági pénzügyesével a hivatalban, és megbeszélik, hogy hát ha jönnek a NAV nyomozók, akkor ne szóljon neki, hogy van még egy számítógép, mert azon vannak a csúnya dolgok, és egyébként majd töröljünk mindent, a levelezésből meg töröljünk mindent. Ez benne van a határozatban, de aztán a végén mégis megszüntették ezt a nyomozást. Na most azért hoztam fel ezt a történetet, mert ugye tegnap volt pofája eljönni ennek a polgármesternek, és megkérdeztem tőle, hogy hát ez akkor hogy van? Nem volt olyan, azt mondja. Hát de mondom, itt van a papír, itt a nyomozás, hogy lehallgat. Nem, olyan nem volt. De hozott magával egy embert, és ő azt kezdte mondani ott a falusiaknak, nem sokan mertek eljönni egyébként. De majdnem annyian voltunk, mint itt a Újpesti Fórumon, elnézést. De hozott magával embereket, és ott mondták, hogy hát szó sincs róla, hát miért választanánk másikat, mert ugye, hogyha nem a fideszest választjuk, akkor majd nem jön a pénz. Ugye ezt mondta. És én azt szoktam mondani, hogy amikor ezt kérdezik maguktól,
akkor mondják meg, van két város vagy falu. Az egyikben a fideszes van, a másikban meg az ellenzéki. Na most lehet, hogy a fideszes az 10 forintot kap. Az ellenzéki meg lehet, hogy 6 forintot kap. Olyan nem lesz, hogy nem kap, de 6 forintot, ez reális. De hogyha a fideszes ellopja a felét, akkor az meg már csak 5 forint. És akkor ki állt jobban? Az, ahol tisztesség van. Sajnos egyelőre nem sok van, de ez a cél. Hát nálunk meg nyilván van mind a kettő. Tehát vannak ezek, ahol úgy tűnik, hogy milliárdok tűnnek el, meg vannak ezek a... hát legalábbis véleményesnek nevezhető dolgok, mint amik nem nagy összeg általában, mint például, hogy a kerületben az egészségügyi bizottság elnökének a cége, az dolgozik az önkormányzatnak évi pár millió forintért egészségügyi területen, hogy a hölgy, akit eltiltanak cégvezetéstől és fideszes képviselő, ő bár nem lehet egy fős villanyszerelő cég, de mégis a várkapitányságnak egy ilyen vezető pozíciójába kerül. Van a hölgy, aki valamiért úgy érezte, hogy ő bejelentheti egy önkormányzati tulajdonú ingatlanba az ő egyébként nem működő egyesületét, de az szerencsére most éppen kapott 10 millió forintot. Van a KDNP-s csávó, aki a Csizi Péter féle cégben, aki amúgy is erősen kötető a helyi vezetéshez, úgymond project managementért kap évente, vagy havonta 1 millió forintot, de így igazából nem látni, hogy ő ott mit csinálna. És hát ezeket lehetne a végtelenségig sorolni. Nem tudom, akár a egyik momentumos rácot is megemlítettem, aki meg végül is havi 1,5 millió forintot keres, mert olyan budapesti cégben kapott felügyelőbizottsági helyet, ahol azért ő tudtommal semmit nem csinál érdemben. Szóval ilyenekkel tele vannak mindenki. Ez is jó példa. Én 3 év után tudtam meg, hogy nálunk van, nyilván az én hibám, de erre nem volt feltűnő, hogy nekünk van ilyen, hogy egyházügyi tanácsnok. És úgy tudtam meg, hogy egy ilyen fél vagy háromnegyed A4-esnyi beszámolóval készült a hölgy 3 vagy 4 év után, ahol ilyen marha jó mondatok voltak, mert csupa ilyen, hogy a figyelemmel kísértem a, megtekintettem a, nyomon követtem a, tehát tényleg ez a konkrétan semmit nem csinált a havi, nem sok egyébként valami 60 vagy 80 ezer forintért, tehát arra figyelnek, hogy... hogy azért akkora fizetést, akár teljesen törvényesen kapjanak ezek az emberek innen-onnan, amitől ők aztán hűségesek lesznek, úgymond, és nyomkodják a gombokat. Élő Norbert egyébként kirakott 10 PDF-et, hogy miket csinált ez elmúlt 5 évben, és elég hosszan írta ezt le, hogy miket tekintett meg, és hol foganatosított eljárásokat. Én most a Krisztához fordulnék, egyrészt mert el kell mennie, másrészt ő van olyan pozícióban, ahol nagyon sokan dolgoznak alatta, és felelősséggel tartozik értük is, hogy a felelősséget, tehát mondjuk az, hogy a médiacégnek a vezetőjének a helyettese, az hogyan rendeli meg a kávét, meg egyéb, tehát hogy meddig tart a te felelősséget, mit érzel, nyilván a főosztályvezetők, osztályvezetők, referensek, mi az a pozíció, amíg a te politikai felelősséget tart, és hogyan próbálsz meg ennek megfelelni, hogyan próbálsz meg olyan embereket találni, akikben megbízol, és tudsz értük garanciát vállalni? Hát ez egy nagyon-nagyon érzékeny dolog, és nagyon fontos a kérdés, amit feltettél, mert valóban egy önkormányzati cég önállóan működik, egy intézmény önállóan működik. Mondok nektek példákat, a szociális gondoskodásért, hajléktalan ellátásért felelős cégünk, hát majdnem 170 fős, és gyakorlatilag nem látok rá teljes egészében a működésére, ahogy nem látok rá mondjuk az egészségügyi cégünk működésére se, ahol szintén 150-en dolgoznak, ráadásul egy nagyon fura jogszabályi környezetben, mert teljesen más típusú szabályok érvényesek rájuk, mint a közalkalmazottakra, köztisztviselőkre. És hát ennek a szervezetnek a legutolsó munkatársának a legutolsó döntéséért is én felelek. Hogyha azt mondják, hogy Ferencvárosban, nem tudom, a köztisztasági cégnél megrendeltek kamu, a fák kamu metszését, vagy most mondtam valamit, vagy bármilyen munkát, amivel probléma, vagy korrupció gyanú, vagy rossz munkavégzés, vagy túlárazás, vagy haverkodás fordulhat elő, akkor nem azt fogják mondani, hogy annak a cégnek egyébként a szocik által delegált
pártkádere a felelős vagy a hibás, hanem a polgármester a hibás. Most amit meg lehet tenni adminisztratív eszközökkel, azt én megtettem, és 5 éve sajnos nem engedem ki a kezemből. Egyébként ez van, amikor hiba is. Ez jellemzően azt jelenti, hogy 100 000 forint fölötti kötelezettségvállalást azt csak a polgármester írhat alá. Most gondoljatok bele, 100 000 forint még egy családban sem sok pénz, nemhogy egy önkormányzatban, de én túl gyanakvó vagyok. Ez azzal jár, hogy egyrészt mindenki tudja, hogy én mindennel tisztában vagyok, ami nálunk történik. Ez visszatart szerintem sok-sok embert, sok-sok mindentől önmagában. De azt is jelenti, hogy én mondjuk éjjel-nappal dolgozom. Tehát, hogy mi tényleg 10 órát vagyunk a hivatalban egyébként Szuzival, meg másik alpolgármesterrel együtt is, mert ott van 1100-nál több ember, aki ennek az önkormányzatnak valamilyen módon, pozícióban dolgozik. Ott van rengeteg önként vállalt, meg kötelező feladat, amit el kell látnunk, és valamilyen formában ez az önkormányzat, a kerület mind a 60 000 lakójában kapcsolatban áll. Lehet, hogy egy évben csak egyszer, lehet, hogy folyamatosan, lehet, hogy ránk van szorulva, hogy segítenünk kell, lehet, hogy ő segít nekünk, de itt nekünk mindenkivel van kapcsolatunk, és minden egyes megmozdulásunk az, hát ha úgy tetszik, akkor annak politikai következménye is van. És ahhoz, hogy ezt jól lehessen csinálni, én azt gondolom, hogy nem elég például az a képviselői munka, amiről a Gergő beszélt. Hogy bejövök, majd megmondja valaki, hogy melyik gombot kell megnyomni. Ha hatalmon vagyok, akkor a poharamat az igen gombra ráteszem így, hogy még nyomogatni se kelljen. Ha meg nem vagyok hatalmon, akkor meg a nem gombra teszem rá. Mert ezekre az emberekre nem lehet támaszkodni. Mi most azon dolgozunk, hogy a következő testület minden tagját be tudjuk vonni az önkormányzati munkába. Senki ne azon gondolkodjon, hogy az egyetlen döntés, amit a leghevesebben támogat, az a saját illetményének a 3-szorására emelése, mert nálunk ez is megtörtént a 22-es választások előtt, ráadásul választási kampányban. Nem azon gondolkodik, hogy melyik pártkáder fiókból, pártelnöki fiókból előkerült önéletrajzával kell pályázni a cégvezetésre, vagy az intézményvezetésre, hanem azon gondolkodik, hogy hogy tehet hozzá ennek a kerületnek az életéhez. És ha ilyen képviselőket találnánk, és ez a legnagyobb tragédiája szerintem az elmúlt 14 évnek, alig vannak épkézláb, tenni akaró, agilis emberek, akik jelentkeznének akár csak egy önkormányzati képviselőségre is. És ezért tartunk itt, mert mindenkinek elvették a kedvét, ha értelmes, okos, lehet, hogy már az országban sincs, de tegyük föl, itt van, hogy ő azt mondja, hogy ő szeretne tenni valamit a közösségért. Ez annak köszönhető, hogy 30 éve karöltve lopnak ezek az emberek, ez a politikai elit. És ezekkel nekünk nincsen dolgunk, de ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy ez az önkormányzat ne legyen rászorulva ezekre az emberekre és ezekre a pártokra, azért nekem most már 10. éve kell vért verejtéket izzadva küzdeni, meg harcolni, meg elmondani az MSZP-sről is, hogyha lop, meg a Fideszesről is, hogyha lop. És engem aztán mindenhonnan köpködnek, ahogy a Hatházit is mindenhonnan köpködik, meg a kétfarkú kutyapártot is mindenhonnan köpködik. Csak azt gondolom, hogy nem lehet, tehát, hogy nem lehet, hogy mindenki feladja. Azért mégiscsak itt élünk, meg a gyerekeink is. Hát ha lesz esélyük mondjuk itt felnőni. Csak egy apróságot, a Kriszta is szobozta ezeket a képviselőket, akiknek ugye az a dolog, hogy mindig igennel vagy nemmel szavazzanak. Nálunk az előző polgármester a kerületben, még Mitnyán Györgynek hívtak, és régen volt ő a maga módján, ezt így tökélyre fejlesztette. Mitnyán Györgynek ugyanis volt, ő volt a polgármester, és ő, neki volt egy zöld színű békája, és egy piros színű békája. És hogy megkönnyítse a helyi képviselők dolgát, minden egyes szavazáskor a megfelelő színű békát így előre helyezte az asztalán, és várta a képviselők döntését, akik így tökéletes döntéshoz tudtak mindig hozni. Ezt kipróbálták taggyűlésen is. Köpködésre jutott eszembe, hogy Kriszta,
ha menned kell, hát menj. 10 perc. Köpködésről jutott eszembe, hogy mind a Gergő közvetetten, mind az Ákos pedig közvetlenül is megdöntött egy-egy helyi ikont. Ugye itt Tóth Csaba és Pokorni Zoltán a két alany. És ez egy baromi nehéz műfaj, hiszen itt arról beszélünk, hogy aktuálisan hatalmon lévő ember minden erőforrásával, önkormányzati, meg MSZP-s zsebekből és noteszekből előbújó forrásokkal az embert szarozzák. Ugye ez a Gergőnél is előfordult, nála most jön csak igazán. Naponta nézem a budai képviselő funk oldalt, ahol újabb és újabb titkok gerülnek ki a Gergőről. Például, hogy nincs pénze, és például, hogy szokott szívni. Ugye ez Újpesten is jelen van, és itt visszakötnék a szarozás és a nem vállalják a képviselőséget. Nekem Újpesten a 4-es körzetben 3 ember nem indult el végül, és a 4. fog elindulni. Mindhárman annak köszönhetően, amit én meg a csapatom kapott az elmúlt egy évben. Ugye voltunk először hajléktalan simogatóak, aztán én voltam a Tahó húgyozó, a Tahó parkoló vonat. Igen, szóval csövesek, igen, mindenek voltunk. Mi most ugye a legutóbbi időben a fiktív számlák kerültek elő, ugye a kutyapártnak a picit balfékül kezelt pénzügyeinek hála, mehettem magyarázkodni a tévébe, és én lettem a fiktív számlás. A következő 2 hétben eldől egyébként, hogy a 3 versenyző közül ki lesz a nagyobb fiktív számlás itt Újpesten. Ezt majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel fog zárulni. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy amikor a másiknál van az emberi, illetve az emberi nem is, mert mi is Újpesten tök sokan vagyunk, ott Zuglóban is nagyon nagy aktivista bázissal tudtál dolgozni, önkéntesekkel, fizetett emberek nélkül. Mi múlik az, hogy valaki túl ügyes és megúszza, és a beágyazottsága miatt nem lehet leváltani? És mi múlik az, hogy valakiből Tóth Csaba lesz, vagy Pokorni Zoltán, akinek adott esetben már elindulni sincs kedve a következő választáson? Bocsánat, csak egy mondat, mert mindjárt elmegyek. Azon múlik, hogy van-e ott olyan ember, mint a Kovács Gergő, meg a Hatházi Ákos. Ezen az egyen múlik, semmi máson. Mert az emberek, ha van választék, akkor nem. A tátszik is, eszükbe nem jutott a Tóth Csabára szavazni, mert volt valaki más. Eszükbe sem jutna az előválasztáson nem a Kovács Gergőre szavazni, de ha csak egy van, hát nyilván akkor azt mondják, hogy persze, szavazunk mi az élő Norbira is, tudjuk, ismerjük, de hát nincs más, akkor a Fideszre nem fogunk szavazni, tehát hogy ez ilyen egyszerű. Igen, hát ezt köszönöm a Krisztának, ugye nem akarom magamat fényezni, de és sőt, egyáltalán nem, de valóban nekem ugye megvolt az a előnyöm, hogy egy-két dolgot azért tettem már, és volt egy ismertségem is, illetve megvolt az az előny, hogy ez egy érdekes körzet volt, és ezért a sajtótól, a megmaradt független sajtótól figyelmet kapott ez a körzet. De alapvetően ezzel nagyon egyet tudok érteni az előző felvetésekkel, hogy igen, az a probléma, hogy nem állnak hosszú tömött sorokban azok az emberek, akikre ugye igaz 3 dolog, az, hogy először is letettek már valamit az életben az asztalra, alkalmasak is lennének, és olyanok, hogy meg is választanák őket az emberek. És ráadásul van egy negyedik, és ez a legfontosabb kritérium, hogy hajlandóak ebbe a szartengerbe, már elnézést, nem szeretek csúnyán beszélni a híremmel ellentétben, de ebbe a fekáliába megfürödni. És amikor ugye ezek a lejáratások, ezek az iszonyatos lejáratások történnek, akkor ezek csak részben arra valók, kapjuk azért ezeket, hogy minket esetleg legyőzzenek. Mert ma azért az látszik, hogy ha jön egy lejáratás a propaganda részéről, akkor az a saját területen nem nagyon fogja érinteni az embereket. Ez kicsit problémás is, mert egyébként amikor mondjuk egy ellenzéki politikusról a propaganda ír véletlenül igazat, mert olyan is van,
akkor az az ellenzéki politikus ez azonnal felveszi a mártír állarcot, és akkor onnantól kell azt mondja, hogy ezt ő csak azért kapja, mert ő az ellenzéknek a nagyon tevékeny része. Ebben egyébként Horváth Csaba, zuglói polgármester is nagyon nagy menő. De ezeknek a lejáratásoknak nem ez a legfontosabb célja, hanem pont az, hogy tisztességes és komoly emberek, akiket még meg is választanának, és akik bejönnének a politikai életbe, ezek messziről kerüljék el a környékét is a politikának, akár legyenek azok fideszesek, mert azért néhány még régebben volt, ma már aki fideszes azért az vagy társtettes, vagy hülye, de már a politikusok között, a választói között inkább megtévesztett emberekről beszélünk, de ezeknek a lejáratásoknak megvan az eredmény, és ez nagyon komoly probléma. Tehát ugyan a pártok mindent megtettek azért, a parlamenti pártok, hogy lehetőleg, vagy többsége, hogy lehetőleg ezek az emberek ne is jöjjenek oda, vagy ha megjelenik ilyen, ugye ez az előválasztások voltak erre nagyon jó, vagy rossz példa, hogy az előválasztások valójában lezsírozott, az a többségük az lezsírozott történet volt, a zuglói az pont nem azért volt érdekes, de valójában nem állnak hosszú tömött sorokba azok az alkalmas jelöltek, akik ezt a rendszert meg tudnák változtatni. De itt most ül egy csomó közülük, ugye? Hány jelöltünk van itt jelen helyben? Wow. Beépített jelöltek. Tapsoljuk meg őket. Még annyit talán az, amit az Ákos mondott, hogy igen, tehát az, hogy valaki nem akar képviselő lenni, vagy beszállni a politikába emellett a lejáratás mellett, olyan okai is vannak, amik én nem gondoltam, hogy Budapesten ma valódi okok, de így jártam, amikor én is képviselőket kerestem a kerületbe. Pusztán az, hogy egy kerületi civil szervezetnek valaki a vezetője, aki nem kap önkormányzati forrásokat, de érdemi munkát végez, ő tartott attól nagyon, hogy el lesznek lehetetlenítve. Egy másik, aki tök normál módon piaci áron bérel egy üzlethelyiséget az önkormányzattól, sok éve ő szintén tartott tőle, hogy ebből neki baj lesz. Tehát azért ennek Budapesten 2024-ben akkor képzeltitek, hogy mi van máshol az országban. Nálunk egyébként viszonylag könnyű volt megírni dolgokat, aminek két oka van. Egyik, hogy ez egy több mint 15 éve működő önkormányzat, és nyilván ilyen hosszabb távon azok a mintázatok ugye sokkal könnyebben látszódnak, hogy mit csinál egy önkormányzat, akár a közbeszerzések, vagy az ingatlanok területén. A másik meg az volt, hogy nálunk nem igazán volt ellenzék. Én amikor ide került, volt ellenzék, csak hogy a munka részében nem igazán volt. Ide kerültem, kérdeztem, hogy ki volt itt, aki dolgozott, hogy kivel beszéljek így az ellenzékiek közül, és akkor mondták, hogy Tüttő Kata. És akkor hát azért azt sejtetitek, hogy Tüttő Katának mondjuk legalábbis az ingatlanok területén azért viszonylag hát visszafogottak a lehetőségei. És akkor találkoztam is a Katával, aki átadta nekem azt, amit ő összegyűjtött az elmúlt 5 évben, és hát igazából nem volt benne semmi. Szóval ott ez egy ilyen helyzet volt, és egy idő után már igazából az egy ilyen kicsit ilyen nehéz kérdés az embernek, hogy amikor tudja, hogy mondjuk tényleg milliárdok kerültek itt nem megfelelő helyekre az elmúlt 5 évben, és ezek tényleg emberek zsebébe kerülnek, akkor értem már megírjon-e olyan dolgokat, amik igazából sokkal kisebb jelentőségűek, de nyilván mindenki érti, és valószínűleg sokkal nagyobb lejárató erővel bírna, hogy amikor megtudod, hogy van olyan önkormányzati alkalmazott, aki rendszeresen a Pokorni Zoltán házában végez hát munkatevékenységet, ugye akkor, amikor neki az önkormányzatnál kell dolgoznia, akkor nem is vagy benne biztos, hogy ezt meg akarod írni, mert ennél sokkal nagyobb bűneik voltak, és különben ez fog mindenkinek megmaradni a fejében. Szerintem azért írd meg, ha tudsz ilyenről, mert alapvetően egyébként lehet, hogy elég meredek ez. Sajnos ma már egyébként az a kihívás, tehát amikor egy ellenzéki politikus azt mondja, hogy a korrupcióval akar csinálni valamit, akkor nyilván leginkább az a feladata, hogy nyilvánosságra hozza ezeket, és próbálja megmutatni az embereknek. És sajnos egyébként ma már ezzel az a küzdelem, hogy nem az a nehéz, hogy ilyet találni, mert mindenhol van, hanem hogy bemutatni, és adott esetben egy ilyen ügyet lehet, hogy jobban el lehet képzelni, mint hogyha egy milliárdos ingatlan csalást 10 oldalba feltársz.
Baranyi Krisztina távozik. Köszönjük, hogy jött. A beszélgetés elején nem mutatkoztam be, úgyhogy a maradék fél órában arról beszélnénk, hogy miért szavazzanak rám az emberek. Na, amíg bén, azok igen, szóval mégiscsak Újpesten vagyunk, és akkor hadd kérdezek már én is a Dávidtól egyet, hogy amit te láttál itt az elmúlt években az újpesti önkormányzat működésével, abból szerinted mi volt a legfajsúlyosabb dolog, amit mondjuk meg tudtál írni, vagy láttál, hogy szerinted erősen problémásan működik, és itt most a lopás gyanújára gondolok legalábbis. Szerintem itt Újpesten a soft lopás az, ami adott. Ezek a kísértékű beszerzések, ami a Wintermantel Zsolték alatt az volt, hogy választási évben láttad, hogy 20 millióért mérték a közvéleményt, biztos akkor kellett megmérni, hogy a híd a fontosabb, vagy a piac. Itt ugye ezeknél ugyanaz a gond, mint amit beszéltünk is, hogy a teljesítési igazolás rendben van, ott van egy 10 diás PPT, ami akár igaz is lehet, bár valószínűleg nem az. És én azt látom, hogy ez kisebb mértékben de folytatódott, ugyanúgy a kisebb értékű kommunikációs szerződések ugyanahoz a körhöz kerülnek. Itt ugye erről ábrák is vannak, hogy aki fizetve van az önkormányzatból sajtózásért 14.999.000 forintért, hogy ne kelljen közbeszereztetni, annak az ismerős egyébként fizetve van az Újpesti Sajtó Kft-ből is 14.999.000 forintért. És akkor ez ugye nem ilyen nagy hard lopás, hanem inkább pici. Ugyanez a helyzet a bizottsági helyekkel. Ezt még nem írtuk meg, mert már annyiszor elmondtuk, de hogy itt van az országban a legtöbb bizottsági tag, és nem az van, hogy 78 helyett 79, hanem itt 151 van, és a következő városban 93. Tehát ez a bizottsági tisztségek. És ezek nőttek a Fidesz óta. Tripon Norbertnek volt egy ilyen megszólalása, amikor a vagyonnyilatkozati bizottság 13 tagját, azt hiszem 15-re emelték, hogy erre miért van szükség. Ha egyszer a vagyonnyilatkozati bizottság évente egyszer vagy kétszer ül össze, összesen 40 percre, és azt nézik meg, hogy megvan-e a vagyonnyilatkozati bizottság, és ki van töltve, majd berakják egy borítékba, és soha többet nem nézik meg. És erre az volt a mondás, hogy több szem többet lát. És ez is tök érdekes, hogy amikor ott dolgozik az ember, és van egy szakmai feladat, nekem 267.000 forint nettóért, polgármesteri referensi feladataim voltak, foglalkoztam házi orvosok támogatásával, forgalomcsillapítással, parkolási rendszer kialakításával, de hogy ezeket az ügyeket én kívülről nem néztem, azt láttam, amit mondjuk te csinálsz 19-ben, 20-ban, inkább már 20-ban Hegyvidéken. És amikor én eljöttem 21-ben, elkezdtem megtanulni azt, amit te csinálsz, elkezdtem ezt kívülről méregetni, elvégeztem az önkormányzati képzést a Kutyapártnál, ami tök egyedi, és ilyen nincs is az országban máshol, hogy egy önkormányzati listavezetőt csak akkor engedünk ki a terepre, hogyha elvégzett egy képzést, megcsinált 14 házi feladatot, és utána egy 6 részes gyakorlati feladatsorozatot. Tehát azután vált ez nyilvánvalóbb, és akkor kezdtem el megnézni ezeket az ügyeteket egyesével. Itt Újpesten ez a soft lopás, meg az egyébként borzasztó hivatali légkör, amiről mindenki beszámol. Tehát itt, ha el lesz rontva egy költségvetés, ez 23-as sztori, azt hiszem, akkor ki lesz rúgva a jegyző, a költségvetési osztályvezető és az informatikai osztályvezető, mert elkezd terjedni egy pletyka, hogy belenyúlt a Fidesz. Tudod? És igen, tehát szerintem ezen alakítani kell, ugyanez a lakossági párbeszéd, évente 3-400 millió forint a kommunikáció, egy rohadt szórólapot nem dobnak be, ha kivágnak 40 fát, és van egy ilyen vérfrissítés. Ugyanez a lakossági beleszólás döntéshozatalba, semmilyen jellegű sztori nem történt. Ami lakossági fórum volt Újpesten, azt a BKK szervezte jobbára. Egy-két, tehát mondjuk egy 500 milliós térnél megkérdezték a lakosságot, de ilyen nem történt más pozícióban. És mondom, a kommunikációs szerződések ugyanaz, ami máshol is. Ja, hadd kérdezzek már, itt eszembe jutott csak, hogy volt itt egy korábbi polgármester, azt hogy hívták? Wintermantel Zsolt? Nem, utána. Aki lemondott. Téri Tibor. Igen. Ez most jelölt megint?
egyéni képviselőjelölt és budapesti fővárosi ötödik. Ugye szerint megdöbbenve, nem is akartam elhinni, mert ugye ez azt mondta, hogy ő azért mond le, mert a családja nem engedi, hogy politizáljon. De tehát egy frász, tehát akkor ezt megzsarolták, nem? Mivel zsarolták ezt a fószert? Ezt soha nem fogom megtudni. Köztünk nincs de rossz tényleg viszonya. Nem? Tényleg? Én? Igen. Megtudni? Szerintem igen. Nem fogom. Ha kijön ez valahol valatban. Hát most ezt meg fogom nézni, mert... Csak előkerül mert egy diktafon. Én olyan ember vagyok, hogy én egy naív ember vagyok, tényleg szeretek mindenkinek megadni. De hát ilyet, tehát rendben, hogy a családja nem engedte, de utána meg elindul a választáson. De akkor ezt megzsarolták ezt az embert, nem? Nem tudom se bizonyítani, ráutaló jel az, amit elmondtál, van is. Ugye itt történt, én 21-ben jövök el, és ez 22-ben történik, azt hiszem ősz elején, hogy a Tibi bejelenti, hogy nem indul, és utána minden egyes önkormányzati képviselő aláírja, hogy de a Trifon Norbertet támogatni fogja 24-ben. Azt, hogy nem, látok olyat, aki sajtó, szerintem magán úton van itt, de én ezt nem olvastam. Hát ez hogy van tényleg? Tehát ez szörnyű. Valamikor zavar a család, valamikor nem. Én azt tudom elmondani, amikor én ott dolgoztam, akkor egy... És ez is tényleg egy hátránya egy ellenzéki összefogós önkormányzatnak, hogy kurvára nem bíznak egymásba. Tehát mindenki minden szerződést kétszer ellen, nincs ezzel amúgy baj, de hogy ezeket fel lehet-e használni zsarolásra, az szinte biztos. Persze. Itt benne monda se volt, ugye a DK körül keringett egy pletyka, hogy van egy 65 milliós szerződés, ami kéne derüljön. Ugye pont most a napokban jött le ez a Telexen a fiktív szemlékkel kapcsolatban, a Motingatlannal és egyéb cégekkel. Az pont egy 63 millió forintos szerződés egyébként a Sinkerrel. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én más zsarolási dologról én nem tudok. Kérdezz még az emberi nagyságomról, meg amit megbeszéltünk. Milyen érzés, hogy ennyire jó vagy? Nagyon nehéz. Néha sok a teher, és igen, majdnem agyon nyom, de akkor az emberi nagyságom úrrá lesz a dolgon. Szerintem térjünk át a nézői kérdésekre. Ákos, készfeltétellel, és szerintem egy 20 perc erejéig. És talán, hogyha van Újpesttel kapcsolatos, akkor az legyen priority, de nyugodtan igen. Mást is persze. Üdvözlöm, jó estét! Volt szó a politika és a jogi következményekről, és az a kérdésem igazából mindnyájukhoz, hogy ha fennmarad a jelenlegi törvénykezés, gyakorlatilag borítékolva van az, hogy továbbra sem lehet jogi következményeket szerezni az efféle kihágásoknak. Erről mi a véleményük, és mi lehet a megoldás? Köszönöm. Én nem fog tökéletes választ tudni adni. De ami engem a legjobban zavart, amikor ebbe így jobban így utána néztem, hogy mondjuk ugye a közbeszerzés, a legnagyobb pénzek ugye közbeszerzéseken költődnek el, hiszen bizonyos értékhatárok felett kötelező közbeszerzést kiírni. Most a közbeszerzésekkel az van, hogy érdemben megtámadni addig lehet, amíg azt nem nyerte meg valaki. Tehát gyakorlatilag ott közben van az egy-két hónapos folyamat. Utána már megnyerte az a cég, és el fogja végezni annyi pénzért azt a munkát. És utólag is meg tudott támadni, viszont az van, hogyha ez mondjuk egy ilyen irányítottnak tűnő, vagy versenykorlátozó kiírás volt, ott ugye alapvetően az ajánlatkérőt tudod utólag megbüntetni, ami ugye adott állami szerv, vagy az önkormányzat. Tudom, vannak kivételek, és mondjuk a kartelezés ugye egy tipikus példája, amikor a másik oldalon van a probléma, és erre voltak is komoly büntik, de hogy általában magát a kírót tudod, és ugye nálunk ez az önkormányzat. Tehát ha mondjuk itt a Baranyi Krisztályok ugye megnyerték a választást 4 éve, vagy majd mi megnyerjük idén a kerületbe, és utána elindítod az eljárásokat, és mondjuk kiderül, hogy igazad van, akkor konkrétan magadat, tehát a te aktuális önkormányzatodat fogják megbüntetni pénzre, és ez benne szerintem az egyik legfurább helyzet, illetve amit már korábban
Na, tehát a legszomorúbb az egészben egyébként szerintem az, hogy amiket az Európai Unió végigvert rajtunk, mérföldkövek, amiknél ugye az lett volna a deklaráció, hogy a korrupció csökkenjen, az ilyen paródiába fordult mostanra. Tehát szerintem az tök látszik, hogy ezek a, amiket elvárt az EU, és mi teljesítettünk, ezektől semmiféle korrupció nem fog megszűnni. De vannak olyan konkrét jogi, vagy hát törvénymódosítások, amiket lehetne mondani. Például ez a, ami mindig szóba jön, ezek a, ugye, hogy 300 millió forint alatt építési beruházásnál lehet meghívásos egy közbeszerzés, tehát csak az az öt szereplő, minimum öt szereplő indulhat, akit te meghívsz. Ezt például meg lehetne változtatni, és egyébként Európai Uniós forrással ezt ma már nem lehet megtenni. Tehát ezt érezte az EU is, hogy ez így nem jó, de Magyarországon továbbra is meg lehet. Tehát lehetne azért konkrét változtatásokat, viszont az, hogy valami törvénytelen, azt nagyon sokszor nehéz megfogni, és ahogy a Kriszta is mondta, pont a túlárazásnál ez nagyon nehéz, és a közbeszerzéseknél létezik az a fogalom, hogy most nem pontosan fogom mondani, de hogy a túlzottan alacsony ár. Tehát lehet azt mondani, hogy egy ajánlatot azért nem fogad el az ajánlatkérő, mert ez túl alacsony az ár, és ugye úgy véli, hogy ennyi pénzből nem lehet ezt a munkát normálisan megvalósítani. A másik fogalom nem feltétlenül létezik, és ha bejött mit tudom, 3 vagy 5 ajánlat, akkor ők mindig mondhatják azt, bármilyen drága is, aki megnyeri, hogy hát ez volt a legjobb ajánlat. És ezt kell évek óta hallgatni, hogy ez volt a legjobb ajánlat, úgyhogy ez nagyon nehéz. Hát a másik kérdés meg nyilván a bizonyos szereplők, kiemelten ugye az ügyészségnek a függetlensége, de erről az Ákos biztos többet szeretne mesélni. Igen, hát ez így van, tehát akkor, ha marad ez a rendszer, marad ez a kormány, akkor igen, akkor nem lesz az ügyeknek következménye, néhány kivételtől eltekintve, amiről az előbb beszéltem, tehát ilyen balesetek lehetnek, illetve néhány ellenzéki politikus esetében előfordulhat, hogy lesz következmény, de azért ott is az látszik, hogy ott sem feltétlenül sietnek, tehát például amikor a Tóth Csaba megvette az MSZP székházát a Tököli úton, ezen volt 10 darab 100 négyzetméteres lakás, és ezt nem tudom, 19-ben megvette 180 millió forintért, tehát ebben sem nagyon halad a nyomozás. De ez hogy mit lehet ezért csinálni, meg kell dönteni a rendszert. Sajnos nekem vannak még vitáim ugye az ellenzéki politikusokkal, akik azt mondják, hogy választáson ezt meg lehet csinálni ilyen körülmények között. Én azt mondom, hogy ez szinte lehetetlen, erről most nem fogom részletesen beszélni, de ez így van. Az egyébként egy érdekes kérdés, hogy mi lett volna, vagy mi lenne, hogyha 50%-kal, tehát nem kétharmaddal, de 50%-nál többel nyer egy ellenzék. Mi ezen sokat dolgoztunk nagyon komoly emberekkel, amikor 22 vagy 21 októberében még volt némi esély rá, hogy ez megtörténjen, akkor ugye én elértem a karrierem csúcsára, és a antikorrupciós miniszter jelölt voltam, és akkor nagyon komoly emberekkel dolgoztunk. Adott esetben, ha a szándék megvan, akkor még 50%-kal is lehetett volna eredményeket elérni. Ami még most jelen pillanatban előfordulhat, és elméleti lehetőség, az ugye az Európai Uniós ügyészség, amelyikben azért nagyon úgy tűnik, hogy igaz lehet az az információ, hogy amíg abban nem lépünk be, addig nem nagyon lesz Európai Uniós pénz. Illetve vannak olyan információk is, hogy azért elképzelhető, hogy még azt is meg fogják találni annak a módját, hogy ha nem lépünk be, akkor is bizonyos ügyeket vizsgáljon az Európai Uniós ügyészség, de erről nem tudok többet mondani. Alapvetően az igazi megoldás az, hogy meg kell dönteni ezt a rendszert, sajnos nem tudok más mondani. Köszönjük. Jöhet még kérdés? Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet ezt az elképesztő média fölényt áttörni. Nálunk Újpesten ugyanazt tapasztaljuk, mint az országban, a Fidesz médiában. Jelenleg a DK média mindent leural, és tulajdonképpen nem tudunk megjelenni sehol. Kizárják az embert, kitiltanak, hogyha a véleményét az ember elmondja, kérdéseket tesz föl,
nagyon nehéz az emberekhez eljutni és elmondani azt, amit már én tudok, és páran tudunk, de sokan nem tudnak. Tehát, hogy mit lehet ezzel tenni? Én az újpestire nem tudom a választ, és azért szerintem itt a Dávid megtesz elég sokat, vagy megtesztek azért, hogy az újpestiek legalább tudják a dolgokról. Én egyébként, ugye most nekünk lesz azért egy 30-40 képviselőnk, önkormányzati képviselőnk az országban, és ugye remélhetőleg mindannyian ellenzéki képviselők leszek, ahol bekerülnek. Én a legeslegfontosabb feladatuknak pontosan ezt látom, hogy a helyi nyilvánosság. Tehát már az önmagában egy marha nagy érték, hogyha megírják a helyi ügyeket, a helyi gyanús dolgokat, mert egész egyszerűen nem tudnak róla a lakosok. És ugye ezek olyan témák, amik az országos sajtót nem feltétlenül érdeklik, eleve azért, mert helyi ügy és nem annyira fontos, vagy egész egyszerűen nincsen erre erőforrás, ugye, hogy még ezzel is foglalkozzanak. És csomó helyen még egy ellenzéki online sajtó sincsen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez szerintem az egyik legfontosabb dolga mindenkinek, aki ma képviselő és nem fideszes, hogy legalább tudják az emberek arra, hogy mi történik. Jó, az itt a DK-s kerület, ez kicsit más, de hasonló helyzet szerintem. Ebből a helyzetből nehéz kiindulni, mert itt tényleg annyira elfajzott a helyzet, hogy itt 6-7-8 ezres Facebook csoportok, amiben troll profilok posztolják be az eredményeket és a lejárató anyagot rólam, annak az adminja az 3 álprofil, meg egy hivatali alkalmazott. És ebből van 7, és ebből vannak 14 ezresek, és 6 lejárató médiája van a DK-nak. Tehát itt ez túl lett tolva, én megkockáztatom, hogy az országos, tehát a Fidesznek sincs ilyenje országosan, kerületben. Országosan van, de hogy körzetre vonatkozóan ennyien profin senki nem csinált, az biztos. És hát itt nem tudom, mi a Jankával kísérletezünk vicces Reels videókkal. Tehát ezt tudom elmondani az édesanyámnak, hogy amit eddig csináltunk, azt kell jobban csinálni. Ugye ezt nem kérdésnek fogtam fel, hanem inkább panasznak, vagy diagnózisnak. Tehát sajnos igen, ha ez így történik Újpesten, akkor nagyon életszerűnek gondolom, mert Zuglóban is így történik. Tehát ugyanúgy használja az ottani polgármester a helyi médiát, vagy kihasználja, és kézzel irányítja, mint ahogy ezt a Fidesz is megteszi. Ez egy nagyon rossz folyamat. Azt, hogy mit lehet ellene tenni, az egyébként ugyanaz, mint amit az országos propaganda gépezet ellen kellene tenni. Amit fontos, hogy az nem elegendő, és egy szerintem hiú ábránd, hogy megpróbálni ezt alternatív útvonalakkal helyettesíteni. Helyi szinten egyébként valószínűleg azért erre nagyobb a lehetőség. Tehát helyben, amikor helyi ügyekről van szó, akkor azért még a közösségi média ezt helyettesítheti. Ami viszont nagyon fontos, hogy országosan ez egy teljesen önáltatás. Én hosszú évek óta hallom azt, amikor arról beszélek, hogy amíg ezt nem tesszük rendbe, és amikor nem küzdünk meg valóban a tisztességes játékszabályok és elsősorban a propaganda ellen, addig nem beszélhetünk valódi választásokról, és ilyenkor mindig azt kapom, de ott van a social media, ami ugye egy teljes önáltatás, mert az egy nem egy demokratikus intézmény, hanem egy üzleti vállalkozás, és ott is aztól függ az elérés, hogy hány embert érünk el, hogy mennyit fizetünk leginkább. És ezt jól kell tudni, ezt látjuk is, hogy ezt a Fidesz is észrevette. Észrevette, hogy a 19-es választásokon azért bukott el, mert ezzel nem nagyon figyelt oda részben, bár olyan nagyon nagy bukás azért az nem volt. Ez nagyon fontos, hogy a 19-es választás is egy önáltatást hozott, mert azt mondta az ellenzék, hogy na nézzétek, mekkora sikerek vagyunk, pedig hogyha a 19-es önkormányzati választásnak a számait megnéztük volna, és rátettük volna egy országgyűlési választásra, akkor lehetett tudni, hogy ugyanúgy 2/3 kapott volna a Fidesz, tehát ez egy önbecsapás. De a kérdést azért köszönöm, mert századszorra is elmondhatom, hogy kettő dolgot. Egyrészt, amíg nem küzdünk meg ez ellen a gépezet ellen, addig a várható eredmény is ugyanolyan lesz. Másrészt, hogyha az ellenzék kicsiben ugyanazt csinálja, mint amit nagyban a Fidesz, akkor meg pláne ne nagyon várja,
hogy az a pár százezer ember, akit át kéne állítani, az át fog állni. Azért tenném hozzá, hogy a csak érdekesség, hogy az utolsó budapesti polgármester, akinek a Facebook hirdetés alatt ott van, hogy finanszírozó Zugló önkormányzat, az Horváth Csaba. Tehát csak ő csinálja már azt, hogy a saját politikusi oldalát azt nyíltan finanszíroz a zuglói pénzből. Meg a Karácsony Gergely. Most már itt szittuk eleget ennél az asztalnál két hete, úgyhogy nem térünk ki. De ez tényleg a Horváth Csabánál egy legalább 3-4 milliós. Tessék? Nincs kérdésem, csak nekem nagyon hiányzott, hogy bármelyikőtök azt mondja, hogy a propagandával szemben a kritikus gondolkodás és a forráskritika, amit viszont ti tudtok csinálni. Tehát ezt valószínűleg semmilyen választott képviselőtestet nem fogja helyettetek megcsinálni. Tehát amíg nincsen állampolgári kontroll a politikusokon, addig cink lesz. És én örülök azoknak a gondolatoknak is, hogy így meg úgy kéne megdönteni a rendszert, meg 50 plusz, meg 2-3, de csak egy fél mondat, hogy Ferencvárosban ellenzéki kétharmad van, és nagyon-nagyon-nagyon csúnya. Tehát pont az, amit most legutóbb itt az Ákos is mondott, hogy amíg az ellenzéki képviselőknek annyi bajuk van a NER-rel, hogy nem feléjük lejt a pálya, addig azért ez igen nehéz ez a harc, és meg lehet dönteni a Fidesz kétharmadot egy ellenzéki 50%-kal. Hát nem vagyok benne biztos, hogy az oké. Lesz. Úgyhogy akkor mégiscsak egy kérdés, főként nem a kutyapártos, de hozzátok is, hogy ti így mit csinálnátok, ti polgármesterek, vagy akár Ákos, hogy ez a fajta társadalmi kontroll, meg ez a fajta ellenzéki politizálás is tisztuljon. Hát nekem az volt az első ijesztő élményem, hogy ugye az önkormányzati képviselő az úgy van kitalálva, hogy jellemzően ne éljen meg abból a fizetésből, amit kap. És tipikusan ezeknek az embereknek van emellett 8 órás munkájuk. Elvárás viszont nagyon kevés van, ami kötelező. Ugye évente egyszer be kell menni egy testületi ülésre, különben kirúgnak. Tehát ennél lájtosabb munkahely szerintem nincs a világon. Tehát ez tényleg úgy van kitalálva, hogy te ne akarjál dolgozni. És akkor ugye mindenféle plusz pozíciókkal, meg tisztségekkel ez ugye felmegy félmillióra, egymillióra, tehát meg lehet belőle élni. És most is nálunk, amikor ez itt szóba jött, hogy esetleg mások milyen helyeken szeretnének lenni az önkormányzatban, akkor ezeknek ilyen újdonság volt, amikor én azt mondtam, hogy figyelj, hogyha 8 órába akarsz melózni, akkor ennek lehet egy csomó neve egy önkormányzatnál. Ezt hívhatjuk alpolgármesternek, tanácsnoknak, tanácsadónak, referensnek, kiskabinetnek, kabinetnek, bárminek, de akkor viszont te gyere ide és dolgozzál 8 órát, és akkor fogsz kapni 5 kilót, vagy nem tudom, tehát hogy megélje belőle, de az nem ér. És ez a kérdés, hogy ezt lopásnak hívjuk-e, és szerintem valahol az, mert valahol közpénzről van szó, hogyha te úgy keresel 1 milliót egy önkormányzatnál, hogy de amúgy van egy 8 órás melód. És ez elég tipikus és elég jellemző, és szerintem itt ment ez nagyon félre, hogy egyáltalán mit akarok, marhára nem a kérdésre válaszoltam. Majd még egy ilyen kört futunk. De ugyanez szerintem tehát nálunk meg ez a tényleg egy csomó bizottsági tagnak, sőt képviselőjelöltnek, nem az, hogy van az a központi DK-s álprofil hálózat 100-200 profillal Újpesten, akik leírják, hogy tahó, meg jaj, de jó, a Tripon Norbert, de szép a mosolya ma is, hanem hogy itt arról van szó, hogy emberek ki vannak fizetve az önkormányzatból bizottsági tagságért, havonta egyszer dolgoznak, és egyébként tök más a melójuk, az a melójuk, hogy naponta egyszer megosszák 5 csoportban ugyanazt a posztot, és ez ugyanúgy lopás, de megint nem azt mondtam, amit. Igen, Ákos. Akkor én megpróbálok a kérdésre válaszolni. Mert ugye a kérdés, ha jól értettem, az volt, hogy mit tud tenni az ember a kritikusan gondolkodó választókért. Na most ugye ez nehéz, mert ugye a politikus az a ellenfelét próbálja leváltani, tehát a választót azt nem, az rossz lenne, hogyha a választót akarnánk leváltani. De alapvetően én azt gondolom, hogy egyénileg csak annyit lehet csinálni, és én igyekeztem így működni, hogy,
hogy érvelni, tehát érvelő politikát csinálni. Tehát ugye itt most Magyarországon, mint baloldalizzák az ellenzéket, meg az ellenzék is szereti, hogy hülye jobbosok, meg ilyeneket mondani, de alapvetően az egész világon ma már nem a bal meg a jobb oldal igazán, ami összecsap, hanem a hetz politika és az érvelő politika. Nem áll jól most az érvelő politika, tehát az egész világon a heccelés megy. Itt Bécsben láttam egy plakátot, a zöldeknek a plakátja, és azt mondta, hogy mit hetz, und nicht mit hetz, vagy valahogy így, de nagyon jól kifejezte. Alapvetően én azt tudom mondani, hogy aki felelős politikus, az igyekszik érvelni, ezt lehet csinálni, és nyilván nagyon messze vezet, de nyilván nem véletlen az, hogy a oktatásból ennyire sok pénzt vont el a Fidesz, hiszen egy kevésbé jól oktatott társadalomnál nyilván a hetz politika az eredményesebb, mint egy nagyon jól oktatott társadalomban. Egyénileg csak ennyit tudok erre válaszolni, de legalább válaszoltam a kérdést. Meg amikor elkezdesz ezzel dolgozni, akkor így folyamatosan tanulsz, hogy hogy írjál, hogy ne írjál 13 oldalas cikket, amit senki nem fog elolvasni, hogy vedd azt egy perces videóra rá, hogy tegyél bele poént, hogy hirdess úgy, hogy ne csak a Marika nénihez jusson el, hanem olyanhoz, akik hasonlóan gondolkoznak. És szerintem ez tök fontos, meg tanulsz másoktól is, hogy mit... Tehát, nekem is úgy alakultak ki ezek az erkölcsi minimumok, hogy nem nyomtatom börtönruhába ki a dérit, és szórom be 5000 háztartásba, hogy láttam, hogy ez a Wintermantel Zsoltékban micsoda sértettséget okozott, és hogy a Zsolt tényleg 5 éve nem tud más csinálni, mint ezt a hetszérvelés. Pedig ő egy érvelő politikus volt minden bűne mellett. Nem tud más csinálni a sértettség miatt, mint hogy hetszel, és ezzel rántjuk be egymást. Ez történik most Újpesten, tehát a jobb és a bal oldal egymás ingatlanját fotózza. A Zsolték először kirakták a déri lakását, erre a Tibiék kiraktak egy fideszes lakást, erre ők kirakták a Norbi lakását, erre a Tibiék, illetve most akkor Tibi köre, hogy ne legyen rágalmazás, tehát ez a újpesti hírmondó, a Varjú Média, kirakott 6 fideszes lakást, és akkor erre most megy a visszalövés mindenféle feljelentés nélkül. De milyen jó itt a vasúti közlekedés, nem? Tehát ez egy nagyon... Magyarország működik. Igen, de egyébként tényleg ez a vonal, azt hiszem, hogy jó. Tehát tényleg ez van, hogy ebből soha nem lesz büntető. Ha lesz büntető feljelentés, az rágalmazásért lesz, nem azért, hogy bármilyen jogi következménye legyen az esetnek, szóval szerintem tanulni tök sokat. Ebben azért nem vagyok benne biztos. Az egy másik ügy, amiről még nem mert írni a Fidesz sem. Csak annyit szeretnék kérdezni a korrupcióhoz visszatérve, hogy azt érzem így a közösségbe, hogy egyre kevésbé üti át a pajzsot egy-egy újabb kiderülő korrupciós botrány. Tehát én nagyon tisztelem a munkátokat abban, hogy kiderülnek ezek a dolgok, viszont az embereket egyre kevésbé érdekli, mert mindenki tudja, hogy úgy se lesz belőle semmi, meg ebben a rendszerben mindent elsikálnak, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. Ez ugye nincs olyan interjú, meg fórum, amikor ezt ne kapnám meg, ezt a kérdést. Én ezzel vitatkozom, és nem csak azért, mert szubjektíven is úgy érzem, hogy érdekli az embereket, hanem mert vannak ilyen felmérések, nagy felmérések, hogy mi az, ami zavarja az embereket. Ezek nagyon komoly, nagyszámú felmérések szoktak, és azért általában a korrupció az ott van a vezető helyen. Tehát van, amikor a migráció előtte van, amikor az egészségügy van előtte, de ott szokott. Tehát ezt tényszerűen lehet mondani. Az, hogy nincs látszólag politikai következménye, annak nagyon sok más oka van. Egyik oka, hogy az ellenzék sem tudta kialakítani azt a képet magáról, hogy ő máshogy csinálná a dolgokat, addig, amíg mondjuk egy Horváth Csabát támogat, nem tudom, a DK és az MSZP és mindenki, addig ez például egy nehéz dolog. De ennél még fontosabb az, mert egy ilyen ellenzék is, ha demokrácia lenne Magyarországon, még ilyen ellenzék mellett is nem az lenne a kérdés, hogy 50%-ot kap-e a Fidesz, vagy kétharmadot, hanem hogy bejut-e a parlamentbe. Tehát alapvetően a válasz erre az, hogy önöknek ez
el se tudják képzelni, hogy hogy lehet, hogy ez a rengeteg ügy, amit önöknek is már a könyökén jön ki, ez nem jut el nagyon sok emberhez. Tehát az, aki a propagandát nézi, vagy főleg azt nézi, ahhoz ez konkrétan nem jut el. És van nagyon-nagyon sok ember, akihez pedig csak a direkt média jut el, amikor ugye kimegy a nemzeti konzultáció, vagy kimennek az e-mailek, amit ugye az oltási regisztráció, vagy látja ezeket a plakátokat, vagy megnéz egy foci meccset, és a szünetben megkapja ezeket a dolgokat. A maradék független sajtónak is megvan az ereje, most én nem lennék a maradék független sajtó helyébe, mert itt ugye most két ügyben is nagyon meglepte a Fideszt, hogy ugye a Novák és a Varga le kellett, hogy mondjanak. Másrészt ugye föl tudtak építeni a maradék független sajtó egy még Fideszből épült ember, de olyat, aki meredek dolgokat mond. De ezzel együtt ez a sajtó, ez egy 1,5 millió embert, max. 2 milliót ér el. Rendszeresen meg inkább néhány százezret. De ebben az országban ugye 8,5 millió szavazó van, meg nem tudom, 9,5 millió lakos. És el sem lehet képzelni, hogy például a 18-as választás előtt nagyon-nagyon szépen feldolgozta a sajtó is, meg az ellenzéki pártok is a Tiborcz ügyet. Az Eliosz ügyet nagyon szépen hetekig benne volt, nagyon szépen, tényleg föl volt építve. Ehhez képest, és ezek még jó vonatok is, tényleg, ehhez képest, utána újságírók saját pénzből csináltak felméréseket, hogy hányan hallottak már a Tiborcz ügyről, és hányan tudják, hogy egyébként miről szólt. És ilyen 50% körül volt, aki azt mondta, hogy hallott róla, és 30% volt, aki úgymond azt mondta, hogy tudja, hogy miről szólt, de az se biztos, hogy el tudta volna, hogyha megkérdezték volna. És abban az 50%-ban abban nyilván benne voltak azok az emberek is, akik kormánypárti szavazók, akik viszont megkapják azt az üzenetet, hogy jó-jó lopunk, de megvédünk titeket a háborútól, a Brüsszeltől, a melegektől, és nem tudom még kicsodától. Igen. Tehát gyakorlatilag ezt nagyon nehéz elképzelni a hírfogyasztó, annak a néhány százezer hírfogyasztó ellenzéki embernek, de nagyon sokan ezekről nem is hallanak. Vagy hogyha hallanak, akkor ott van ugye a propaganda második feladata, az a zajkeltés, amikor sok minden más zajjal elterelik erről a figyelmet. Tehát ez, hogy könnyökén jön ki az embereknek, részben igaz, hogy nem zavarja őket, az nem igaz. Másrészt viszont az, hogy a könyökény, ha azt mondja, hogy a könyökény jön ki, akkor én azt mondom, hogy jól dolgoztunk. Én a legelején, amikor elkezdtem dolgozni, akkor azt mondtam, hogy van ugye a göbbelszi propaganda, amit csinál a Fidesz, ez ugye a rosszul létig hányásig való érvelés, hát akkor csináljuk meg az anti-göbbelszi propagandát, akkor sajnos ezt kell tennünk, hogy ezzel kell bombázni az embereket. Azért, mert ez az egyik legnagyobb probléma. Hát röviden csak a 12. kerületben erre viszonylag egyszerű a megoldás, hogyha már senkit nem érdekelnek a kerületi korrupciós ügyek, akkor egy dolgot tehetsz, hogy megnyered a választást, és akkor csinálsz dolgokat, amik talán még jobban érdeklik az embereket. Illetve szerintem a helyi ügy ez mindig azért jobb, mert sokkal kézzelfoghatóbb, mint amit a Gergő is mondott, ez a 30 milliárd, ez nem csak az a baj, hogy minden nap van annyi, hogy Mészáros Lőrinc és 10 milliárd, hanem hogy, és ezt sokan elmondták, tehát nem egy nagy megfejtés, de túl nagy pénz. És amikor azt látod, hogy itt valaki, nem tudom, 60 millió forintnyi anyagot kilopott a Homoktövis utcai parkból, az egy látványos dolog, meg ismered a parkot, hogy bazd meg ez a park, tényleg izé nincs benne 100 millió forintnyi anyag, mi ez? És a másikok pedig, hogy könnyebb, tehát nekünk is az, hogy a 14 jelölt rendszeresen összedob pár százezer forintot, ebből ki lehet nyomni 20 ezer szórólapot, el lehet hirdetni Facebookon 60 ezer forintot, eljutsz minden emberhez egyszer. Ez helyben szerintem egy sok, tehát országosan tényleg már-már megoldhatatlan probléma. Helyben, ha sok kis helyen ezt megpróbáljuk, az szerintem járhat eredménnyel. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, ti is, vendégek is. És akkor zenés rendezvénnyel folytatódunk. Köszönjük.